De tudtad, hogy a Horizons előtti update-tel jó pár újdonság bejött a base game-mel együtt? Például, hogy a tabulátort megnyomva a build módban most már szabadon használhatod a kamerát, nem csak in-game, ami tök jó lehetőség, ha meg akarod nézni az építést mondjuk kicsit messzebbről, most már nem kell hozzá mod. Igen, egyébként szélemúnos pizsi és lunás papucs van a szívemben, ez a legjobb. Ezen kívül még hozzáadtak egy lehetőséget, hogy most már nem csak padlót, de mennyezetet is lehet dizájnolni. Ha bementek a build módon belül a parkett a mennyezet részhez, akkor ki tudjátok választani, hogy négyzetrácsonként vagy szobánként akarjátok-e kidekorálni a plafont, ami szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, és még egyedibbé is lehet varázsolni az egész mennyezetet. Fától elkezdve a csempén át minden őrültséget lehet használni, amit csak a képzeleted megenged, illetve a custom content. Ráadásul PC-sek, figyelem! Minden egyes CC, ami padlóhoz jó, az használható a mennyezethez is. Mindehhez csak annyit kell tenned, hogy kiválasztjátok a contenten belül a filter menüben a custom contentet, és a mennyezeti eszközre átváltva már használhatjátok is, amit csak akartok. Szerintem ez nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon jó kis újítás. Én a gyerekszobába tuti, hogy valami cuki felhőcskét majd biztos rakok. További infóért kövessetek be!